A 2020-as költségvetés megalkotását nevezte az új olasz kormány legfontosabb feladatának a frissen kinevezett régi új miniszterelnök Giuseppe Conte. Conte csütörtökön kérte fel kormányalakításra Sergio Mattarella államfő. Az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt szerda este állapodott meg a kormányalakításról, így sikerült elkerülni, hogy előrehozott választások legyenek az országban. Michele Sodano, az Öt Csillag képviselője úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy szövetségnek nevezheti-e az új pártkoalíciót. Ez egy szerződés, tavaly hasonlót hoztunk létre a ligával. Muszáj választ adnunk az országnak, azoknak a szavazóknak, akik tavaly márciusban 34%-ban ránk voksoltak. A Demokrata Párt és a többi baloldali erő bebizonyították már, hogy van bennük felelősségérzet, szóval hiszek benne, hogy a szerződést pontról pontra betartják majd, mondta. Matteo Salvini eddigi belügyminiszter videóüzenetben tüntetést hirdetett meg az új kormánykoalíció ellen október 19-ére. Mit számít a szavazás, mit számítanak a választások? Mit jelent az, hogy az európai választásokon a Ligát az olasz nép választotta első pártnak, mégis Európában teljesen eltérő nézetet valló emberek kezében a hatalom, akik fittyet hánynak az olasz emberek szavazati jogára, üzente híveinek Salvini. A politikus többször is ágált Giuseppe Conte személye ellen, mondván Contét a G7-es csúcs találkozón választották meg ismét olasz kormányfőnek olyan erők, melyek érdeke nem más, mint hogy Itáliában gyenge kormány legyen.